Szeretnék bejelentést tenni, bejött minden szavazó körnek az eredménye. Fazekas Gabi kollégáim itt össze is adták. Szoros küzdelemben remélem nem fogják megóvni, mert akkor lehet, hogy meg fog változni az eredmény. Barabásné Forgács Edit Kenderes város polgármester választásán, időközi választáson. Megmondom őszintén, nekem volt egy tippem, attól elmaradva 46 szavazattal. 1104 szavazatot kapott, 69,099 képes magas részvétel, és ahogy Huba Imre elnök úr fogalmazta, ez nagyon komoly felhatalmazás a következő ciklusba. Ünnepelhetünk, de még nem felhőtlenül, mert várunk még jó eredményeket, hiszen 6 képviselőnk eredményét még várjuk. Biztatóak az előjelek, de úgy van a mondás, hogy a témáról csak a medve kilövése után fogunk tárgyalni a bőr kikészítéséről, tehát várjuk még a képviselők eredményét, de előzetesen biztató információkat kaptunk, ahogy megvan az is, értesíteni fogunk mindenkit, tehát megvan Kenderesváros új polgármestere, köszönhetően annak a csapatnak, aki most itt van, és nagyon sokaknak, akik még nincsenek itt, vagy nem tudtak itt lenni, hiszen ez az egész város sikere, mindannyiunk sikere. Én köszönöm mindenkinek a segítséget, köszönöm az eddigi munkát, és egy ilyen csapattal, amit itt Kenderesen megismertünk, élmény dolgozni. Nem állítom, hogy jövő héten újra kezdeném, de másfél-két év múlva újra fogjuk kezdeni. Hajrá Kenderes, hajrá Edit! Nekem most elég nehéz beszélni. Nagyon köszönöm azt a bizalmat, a hitet, a szeretetet, amit kaptam tőletek, önöktől. Rengeteg támogatást. Az elmúlt hetekben, hónapokban nagyon éreztem, hogy annyira közeledtek hozzám, és nekem nagyon-nagyon jól esett a lelkemnek. Hát a közös út, az biztos, hogy nagyon nem lesz könnyű a folytatás, de bízok benne, hogy továbbra is mellettem lesztek, meg még most nagyon-nagyon szurkolok a képviselőtársaimnak, hogy bejussanak és olyan csapatunk legyen, hogy jól tudjunk együtt dolgozni. Nagyon köszönöm mindenkinek! Dr. Fazekas Sándor képviselőről beszélgetünk itt, aki tulajdonképpen félig kenderesi, félig karcagi. Mit szól a választások eredményéhez? Én, aki karcagi vagyok, de Kenderesen éltem 12 éven keresztül, büszke vagyok arra, hogy Kenderes a történelmi város, Horthy Miklós szülővárosa a legjobb teljesítményt hozta, hiszen a Fidesz-KDNP jelöltje, Barabásné Forgács Edit a szavazatok nagyon megnyőző többségével, mintegy 70%-kal nyert a választáson. Hogyan látja a csapatot, hiszen azért még nincs meg a végleges eredmény, de alakul a csapat? Én bizakodó vagyok, mert komoly közéleti tapasztalatokkal rendelkező, saját munkájuk után megélni képes közösségük már bizonyított emberek vállalták azt, hogy képviselőként induljanak a választáson, és én úgy látom, hogy a támogatottság az ő irányukba is megvan. Nyilván meg kell majd várni a szavazatoknak az összeszámlálását, én optimista vagyok. És mi lesz a legfontosabb feladata, amivel tud majd segíteni itt Kenderesnek, hiszen mindig is szívviselte a városnak a jövőjét? Az önkormányzat nehéz helyzetben van, hiszen a korábbi polgármester felelőtlen gazdálkodása miatt itt csőd közeli helyzet alakult ki, pénzügyileg fizetőképességi gondok is vannak,
az önkormányzati világban eltöltött 20 évet, illetve a központi közigazgatásban eltöltött időszak a tapasztalatait, azt örömmel felajánlom, és biztos vagyok abban, hogy egy határozott, energikus, céltudatos városvezetéssel, a megyei önkormányzatnak a vezetésével, illetve a közelti szereplőkkel, képviselőkkel, illetve országgyűlési képviselőkkel együtt meg tudjuk oldani ezeket a gondokat, és kedves tovább fog fejlődni, úgy, ahogy egyébként Hedi is nagyon szép eredményeket ért el. Az időközi választások éjszakáján beszélgetünk F. Kovács Sándor képviselővel, a térség országgyűlési képviselőjével itt Kenderesen. Még elsődleges adatok vannak csak, de már lehet tudni, hogy elsőprő győzelmet adatott a polgármester asszony jelölt. Így van, egy nagyon pici ilyen 70%-ot kapott a Fidesz által támogatott Barabásné Forgács Edit polgármester jelölt polgármester asszony. Én azt gondolom, hogy Kenderes elismerte azt a munkát, amit mindannyian az elmúlt években végeztek. Elismerte azt a munkát, hogy Kenderesnek változásra, Kenderesnek fejlődésre van szüksége. Én ebben a körzetben, itt ebben a városban én 70% felett kaptam, és azt mutatja, hogy most is 70% körüli eredmény van, az azt mutatja, hogy a kormány támogatása nem csökkent. A kenderesiek bizalmat szavaztak Fidesz által támogatott polgármesternek, bizalmat szavaztak a csapatnak. Én azt gondolom, hogy a munka folytatódik, a munkának folytatódni kell, mert Kenderesnek fejlődnie kell. Milyen volt a részvételi arány? A részvételi arány magas volt az önkormányzati választásokhoz képest, az önkormányzati képviselő választásokhoz képest aránylag magas, 47% feletti volt. Ez 2019-ben az önkormányzati választáson csak 2%-kal volt magasabb. Én azt látom, hogy egy ilyen nagymértékű felhatalmazás mindenképpen biztató az elkövetkező időszakra, biztató az elkövetkezendő időszak munkájára. Kuba Imre a megyei közgyűlés elnöke, a most megválasztott polgármester asszonyt már régebbről ismeri, hiszen dolgoztak is együtt a közgyűlésben. Hogyan látja most ezt a nagyarányú győzelmet? Én azt gondolom, hogy mint a külsős bizottsági tagként a megyei közgyűlésben, mint pedig önkormányzati képviselőként Barabásné Forgács Edit nem csak azt bizonyította, hogy kiváló csapattak, hanem azt is, hogy össze tud fogni egy olyan csapatot, amely győzelemre tudja vinni Kenderes és a bánhalmaiak ügyét. Én azt gondolom, hogy egy nagyon megfontolt, bölcs és felelősségteljes döntést hozott most Kenderes és Bánhalma lakossága, és ennek a döntésnek köszönhetően olyan felhatalmazást adtak a jövőbeni polgármester és képviselőtestület kezébe, amilyen felhatalmazással élve megnyílik Kenderes település előtt és Bánhalma előtt az a fejlődési út, amire már nagyon régóta hivatott lenne. 2019-ig töretlen volt a település együttes fejlődése, és akkor sajnos egy törést tapasztaltunk, amit most 2022. novembertől lehetőségünk lesz egy kicsit helyreállítani, és lehetőségünk lesz folytatni Kenderessel és Bánhalmával együtt a közös fejlődést. Én minden lehetőséget látok a település együttes előtt, és azt is látom, hogy a térségnek olyan hasznos és kimagasló geopolitikai státuszban lévő településéről van szó, aminek a többi településsel való összhangja, a fejlődés harmóniája és az adottságai, azok a lehetőséget is biztosítják ennek. Megvan az összes tervezési dokumentum a megyei önkormányzatnál, már csak valóra kell váltani, hogy Kenderes és Bánhalma azon az úton járjon, ami számára ki lett jelölve. Én gratulálok mind Barabásné Forgács Edit polgármester asszonynak, mint pedig csapatának, hogy ezt a rendkívüli összefogást Kenderesért összeradták, és együttműködésben a választókerület és a megye döntéshozóival a jövőben ránk mindenre lehet számítani, és mindenben együtt fogunk tudni működni úgy, mint ahogyan eddig is, az összes olyan településsel, ahol erre nyitottságot találtunk. És eddig ez volt a legfontosabb, hogy sajnos Kenderesen és Bánhalmán ez nem volt adott, és a választópolgárok most erről mondtak egy döntést, erről hoztak egy döntést, és a hónapi naptól még keményebben és még nagyobb felhatalmazással kell azon dolgozni, hogy az élők életminősége és az a fajta jövő, amit ők kitűztek maguk elé, az teljesíthető. Itt vagyunk Kenderesen a választások éjszakáján.
még nem végleges az eredmény, de már elmondhatjuk, hogy Barabásné Forgács Edit lett a polgármester a településnek. Szeretnénk ehhez gratulálni először is. Nagyon szépen köszönöm a gratulációt. Nagyon sokan itt voltak ön mellett, azt gondolom, hogy az elmúlt hetekben nagyon sokat is dolgoztak. Mit érez most? Hát hihetetlen boldog vagyok. Nagyon nagy a csapat, aki ugye segített nekem. Minden területről, tehát a lakosság részéről, a dolgozóim, a családom, mindenkor volt háttérként. Éreztem a szeretetet, a bizalmat, ami a hihetetlen erőt adott nekem is. Én még akkor hihetetlen erőt kívánok önnek a következő hónapokhoz is, hiszen azt gondolom, hogy most jön még a munkának a javarésze. Így van, kemény munkára előttünk, de úgy gondolom, hogy nem lesz gond, mert hogyha továbbra is megkapom a településtől, a lakosságtól, meg ezektől az emberektől, akik eddig is segítettek, akkor tudjuk folytatni ezt a kőkemény munkát, ami előttünk áll. Említette, hogy egy nagyon nagy csapat állt ön mögött, azt gondolom, hogy sokat dolgoztak együtt, és ez így fog lenni a jövőben is. Ez így van. Nagyon köszönöm mindenkinek. És továbbra is csak azt tudom mondani, hogy olyan erőt adtak nekem a hétköznapokban, hogy ez nap mint nap tovább tudtam dolgozni, és éreztem a hitet, a bizalmat, hogy sikerülni fog. Mindenkinek nagyon-nagyon köszönöm, aki segített és mellettem állt.